Sziasztok! A mai adásban a földrengésekről fogunk beszélni. Eltés kutatóinkkal körüljárjuk az elmúlt események tükrében, hogy miért és hol keletkezhetnek földrengések. Tartsatok velünk! Köszöntelek titeket, én Pál Márton doktorandusz vagyok, és beszélgető társaim a földrengésekkel kapcsolatban két elismert eltés szakember ma, dr. Harangi Szabolcs a természettudományi kar földrajz földtudományi intézetének igazgatója és a közvetlen és geokémiai tanszék vezetője, valamint dr. Timár Gábor a geofizikai és űrtudományi tanszék vezetője és egyébként a földtudományi doktori iskolának is ő a feje. A beszélgetésünk apropóját az elmúlt időszak, hát azért most már elég sok eseménye adja, hiszen február 6-án volt 7,8-as és 7,7-es erősségű földrengés Törökország-Szíria környékén. Néhány nappal ezelőtt, 13-án azt hiszem Romániában volt egy több mint 55 ös 5 magnitudói földrengés, illetve most volt egy Horvátországban szintén egy 5-ösnél magasabb, föld, 5-ös földrengés. Ennek kapcsán a rengeteg médium, rengeteg cikkkel foglalkozott, itt a jelenlévők is nagyon sokat nyilatkoztak ebben a témában, de talán itt ebben a podcastben, mivel egy egyetem vagyunk, azzal foglalkozunk szerintem, hogy mi annak a indukáló tényezője, hogy ezek a jelenségek kialakulhatnak. Először is hadd kérdezzem meg, hogy mi az a földrengés, mert ez sem feltétlen triviális. Hát mondjuk úgy, hogy valami történik a Földben, ami energiafelszabdulással jár, mindjárt fogunk erről beszélni, pontosan mi. Ennek következtében térhullámok, hanghullámok alakulnak ki bent a Föld ezek elérik a felszínt, és a felszínen másodlagosan felületi hullámokat gerjesztenek, és ezek a felületi hullámok azok, amelyek nagy távolságra eljutva, és itt most néhány 10 km vagy akár egy 200 km-ről beszélhetünk erősebb földrengések esetén, a pusztító hatásukat kifejtik. Tehát ez történik itt, Persze igazából a kérdés az, hogy mi történik ott a Föld belsejében, mitől pattan ki az energia, egyáltalán honnan van az energia, na de hát nyilván erre van ez a, ez a szűk fél, hogy erről beszélgessünk. Így van, ö, minden földtudós hallgató, aki felvételizik, felvételizik ide az eltére, hát ö, mindkét kutatóhoz kapcsolódó tárgyaknál tanul lemeztektonikáról, illetve különböző geológiai jelenségekről, és már földrajz órán is középiskolában előkerülnek a különböző lemezszegélyek, amelyekhez különböző típusú földtudományi folyamatok kapcsolódhatnak. Lehetne erről egy-két szót váltani, hogy melyekhez kapcsolódik akár földrengés tevékenység, illetve melyek, amelyek pusztító erővel bírhatnak? Igen, üdvözlök minden érdeklődőt én is. A lemeztektonika az a keret, amiben a, a gondolkodás az teret kap, és ez nem egy olyan régi elmélet, egy bőtven 50 évvel ezelőtt vált azzá, ami most megerősíti a föltudományt, hogy, hogy ebben a keretben tudunk gondolkodni, magyarázatokkal tudunk szolgálni különböző folyamatokra, a lemeztektonika jó, és megvannak az alapelemei, amelyekről a középiskolába is tanulnak a diákok, hogy a föld külső burka az egy olyan merev kőzetlemezekből áll, ami nem a földkéreg, ez fontos hangsúlyozni, mert be van azért némi keveredés, tehát nem csak a föld kéreg, hanem alatta még a földköpeny legfelső része is hozzátartozik, ez a litoszférának nevezük ezt, és ez a még egyszer merev kőzetlemez, lemez, alatta is kőzet van, csak az egy, annak a mechanikai tulajdonsága egy kicsit lágyabbak. Tehát ezek a kőzetlemezek mozognak. Ez egy fantasztikus dolog, tehát csak egy kicsit ebbe belegondolunk, hogy a föld külső burka az egy dinamikusan mozgó valami. Tehát ha kinézünk az ablakon, akkor ezt nem látjuk meg, ha kirándulni, nem látjuk. Tulajdonképpen majdnem sehol nem látjuk, nem érzékeljük, de mégis van, és ez meghatározza az életünket, segít a gondolkodásba, de de megjegyzem, ott válik az egész izgalmassá, amikor egy olyan területet nézzük, ahol nem feltétlenül rögtön egy lemezhatár jut eszünkbe. A török földrengés az, az valamilyen módon ilyen volt, bár ott is azért a laikusoknak ez nem olyan világos, de ha megyünk például a, a, a románi földrengés kapcsán, akkor... Hát ott lemezhatárokat keresni, azért az egy bonyolult dolog, és ez ismerni kell a területnek a, a kialakulását, fejlődés történetét. De, de az adja meg az, nem csak az izgalmát, hanem, hanem ez a dolgunk, hogy megpróbáljuk ezt ezt e, felgöngyölni, és akkor így választ kaphatunk arra, hogy egyáltalán e, hol mit várhatunk. Energetikailag beszéljünk arról, hogy mi hajtja ezt az egész folyamatot. Tehát a Föld belsejében elképesztő mennyiségű hő van ott, részben még amikor a Föld bolygóvá vált 4,5 milliárd éve, akkor be van csomagolva ebbe a Földköpenynek nevezett, hát valóban ilyen hőtechnikai szempontból, a kabátként működő burokba, de hát maga a radioaktív omlás az folyamatosan hozzátesz ehhez. És ez a hő, ahogy jön kifele, mint Szabolcs mondotta a litoszféra alatt, tehát a, a tényleg merev kőzetbulok alatt, ott van a köpenynek az a része, közvetlenül az amelyik egy így szét, olvad, parciálisan olvad. Én úgy szoktam mondani ezt a hasonlatot, hogy képzeljük magunk elé egy bödön ikrás mézet. mézet. Amikor ott a mézet egy hónapra, és akkor utána forgatom, akkor nem csinál semmit, de hogyha úgy hagyom fejeteteire állítva a bödönt, akkor egy nap alatt kifolyik. Na most az asztalonszféle ennél sokkal-sokkal kevésbé folyós, arra lehet rávenni, hogy évente menjen egy 10-20 centit, de erre rá lehet, hogyha a hő alulról elkapja kialakulnak benne ugyanolyan konvektív cellák, de csúnya dolgot mondtam, mint amit akkor veszünk észre, amikor tojást vagy levest főzünk a, a tűzhelyen, és a lábosban kialakul ez a mozgó cella rendszer. Na, ugyanezt történik a Földben, csak ezzel a sebességgel, amit ezzel elmondtam. És amikor a szabos azt mondja, hogy kinézzünk az ablakon, megnézzük a tájat, elmegyünk az óceán partjára bárhova, akkor holnap visszamegyünk, holnap is ezt látjuk. A sebességeket is lehet tudni, sőt, nem csak, hogy tudni lehet, mérni is lehet. Tehát például az Atlanti-óceán két partja egymástól évente két centit távolodik. Na most akkor osszuk el a 3000 km ezzel az évi két centivel, és ki fog jönni, hogy akkor ha ez a sebesség ez így volt a múltban is, akkor ez 150 millió évvel ezelőtt kezdődött ez a buli, hogy az Atlanti-óceán fölnyit. És ez körülbelül így is van. Tehát ezeket a sebességeket, egy asztalmaszférában azt mondtam, hogy 10-20 centi per év, a litoszféra nem ezek mozgása, az inkább néhány centi per éve, hát van hely a Földön, de ez nem itt a környéken van, ahol esetleg 10 centi is el tudja ez érni. Jó? És ezek azok a mozgások, amelyek aztán a földrengéshez vezetnek, akkor, amikor a mozgás nem folyamatos. Van olyan, hogy ez folyamatos? Van olyan, hogy ez folyamatos. nagyon sok helyen az. Nagyon sok helyen az. De aztán, amikor valamiért a, a kőzetlemezek két oldala összeszorul, összegyógyul, összeragad, és a feszültsége csak nő, nő, nő elmozdulás alig van, és fölhalmozik az elmozdulás deficit, akkor fölhúzok egy íjat, és egyszer csak eltörik. És akkor, akkor kibatlan a földnek, és onnan jön az energia, amivel kezdtük a beszélgetést. Hát láthatunk is képeket egyébként, amelyek egész megrendítőek voltak, hogy méterekkel csúszott el az út egyik része, a másiktól méterekkel hajoltak el sínek. Na hát ennyi legyen a legnagyobb kár, de sajnos nem ennyi volt. Uh, és akkor gondolom ez ebből fakadt, hogy ott nem folyamatos mozgás volt, hanem felhalmozódott ez a feszültség, ami egyszer kipattant, és ezért. Ezért uh, folyamatos, nem folyamatos. Uh, csak egy példát mondjak, hogy, hogy uh, Izland. Uh, Izland egy olyan sziget, ami rajta az egyik uh, legmarkánsabb lemezhatáron, két kőzetlemez távolodik ott egymástól. Az észak-amerikai és az eurázsiai kőzetlemezés, a szigeten megy át a határ. Yeah. Lehet látni valahol, hiszen ott van szóval a ír, a történelmi szinten is egy nagyon fontos helyszín, ott lehet látni a két küzetlemez határát is, és a kettő között a hasadékvölgyet is. És, és rengeteg kiránduló van, és nem esnek bele. A, a nagy semmibe, mert mert nem történik igazán semmi. Epizódikusan történnek események, vagy ha feljebb megyünk Izlandon, 1975-ben a Grafla térségben ott ott, ott megindult a, a szakadás. Egy jó kilenc évig tartott az, a, az az eseménysor, masszív vulkáni működéssel is, és ez alatt kilenc métert távolodott egymástól a két kőzettem ez. És aztán azóta semmit, tehát ez összeadva a, a, kijön az a néhány centiméter per év távolodást, mert azt megelőzően is néhány száz évvel ezelőtt volt egy hasonló, ezt úgy nazik, hogy fire esemény. Tehát vannak ilyen epizódikus eh, események egyébként a, 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 óceáni hátságoknál is ezt lehet látni, hogy hol pattannak ki földrengések, ott éppen ott megy, a, megy a, a széthúzás. De amíg egy fontos dolog, hogy hogy ennek az egésznek a fizikája, hogy lemezhatár, tehát e, e, sok olyan hely van a, a Földön, és ilyen a, a mit térségünk, vagy egy kicsit azért erős beszélnek a Kárpát-Mencés, hogy, hogy, hogy satuban vagyunk. És e, nyom e, délnyugat felől az adri, Adriai tüske, mert az halad fele egy kicsit még óramutató járása ellentétesen még kicsit rá is nyom, forog is, és az egész területünket nyomja, miközben az ukrán pajzs, most nem az a pajzs, hanem a, a az a vastag litoszféra, az viszont leblokkolja ezt a mozgást, és akkor ez olyan, mint egy kicsit a harmonika, vagy a satuba tett fadarab, tehát itt, 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 sem lemez határt kell mindig keresnünk azért, hogy, hogy földrengést találjunk, hanem, hanem vannak itt korábban kialakult törés zónák, amik mentén aztán hirtelen történ egy elmozdulás. Erő, kell dolgozunk mindig meg azzal, hogy milyen feszültségtér alakul ki. Ahogy Szabolcs elmondja, valóban az Adria megy északnak kb. évi fél centit. Ma ugrott egyet ott Riaka mellett, tehát ebből az a hírekbe is bekerült. De egyébként hogy általában, amikor, amikor hosszabb távon nézem, évi fél centit. Ehhez képest Magyarország keleti vége az a GPS-szel és évekig mérek, nem mondom. És a kettő közötti differencia ez a fél centistér rövidülés, ez azt jelenti, hogy valahol ezt a gyűrődést, ezt, ezt föl kell venni a, a kőzeteknek, van ahol például ahol melegebbek valamiért, folyamatos az elmozdulás, van ahol hidegebbek, például azért, mert karszt víz áramlik be, és ezt hűteni, ott pedig hajlamosabb arra, hogy inkább töréses, tehát hirtelen húgásokkal történjen ez. Nem véletlenül Magyarországon a legtöbb olyan rengés, amelyik bekerül a hírekbe, és történelmi emlékezete is marad. Ez éppen a Komáromtól a Balaton keleti végét összekötő vonal mentén pattan ki, mert ez már az én gumici szám, mert itt áramlik be olyan mennyiségű korasztvíz, hogy az érdemi felső részt le tudja ahhoz hűteni, hogy inkább törjön és ne folyamatosan mozogjon. Még a Törökországhoz hadd mondjak, ott is kijönnek a számok. Amikor azt mondja, hogy három métert ugrott most a rengés során, ez az annyi, ahogy mondod, a vasúthalaknak a meggyörülése, Persze. Utoljára 1822-ben volt hetes rengés ezen, ebben a térségben. Tehát ez azt jelenti, hogy ennyi? 200 éve. És itt van egy olyan kb. másfél centi a, a lemezése, az arab lemezés, az anatóliai mikrolemeznek az egymáshoz képesti mozgása. Most te 200 at megszorzom a, a, másfél centivel, akkor ki ez a három ja, tehát ezek drámai, drámai dolgok, és ami, ami egy, egy nagyon fontos, hogy, hogy mindezt mérni tudjuk. Mondják azt, hogy ha nem lehet előrejelzni földrengést, akkor minek ez a egyáltalán tudománya, -e, amit ami nem tud előrejelzni. Hát nem vagyunk megáldva a jövőben látás az egy másik dolog, de mint tudomány, óriási a fejlődés, és, és lehet látni ez a törökországi események kapcsán is, hogy, hogy milyen mennyiségű információt lehet nagyon gyorsan megszerzni. Hagy mondjam el azt is, hogy például az, hogy hol pattan ki a földrengés, tehát az a, a hipocentrum, hol van az a fészekménység, ahol az a energia e, először e, felszabadul. Ezt egy, egy magyar geofizikus bondár István dolgozta ki ezt az algoritmust, amit szerte a világon ezt használnak, hogy ha valahol bárhol a világon kipattan földrengés, ugye ezt sok-sok állomáson észlelik, és ezzel az algoritmussal nagyon gyorsan lokalizálni lehet, hogy, hogy hol van, hol pattant ki, milyen mélységben. Ez, ez nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy 5 km, 10 km, vagy netál kamcsatkán 600 km mélységben pattan ki. Nagyon-nagyon más a hatás, tehát ezek a nagyon gyors információk, amit a tudomány tud szállítani, nem előre, de abban a pillanatban is óriási nagyon sokat jelent azt még hadd mondjam, vegye elő bárki a telefonját, és írja be a, a Play Aruházba, vagy hát amilyen rendszer használ, hogy Recent Earthquakes, a mostané aktuális földrengések is, kap néhány applikációt, na az applikáció mögött a Bondár Pistinek az mögött is van minden Igen, esetben. Vagy írja be, hogy Last Quake, és akkor gyakorlatilag az e, persznyi pontossággal informálódhat, hogy, hogy valami történik. Tehát és ez, ez miért fontos a, a, a mai világban is, ahol nagyon gyorsan terjed az információ, ezekkel a, a különböző e, applikációkkal, vagy akár a, a közösségi e, e, hálózatokkal nagyon gyorsan lehet tovább is adni, és, e, és itt jön az a dolog, hogy, e, hogy akkor ez mire jó. Hogyha a lakosság valamilyen szinten fel van készítve, hogy mit kell csinálni, akkor az akkor sokat segíthet de hát látjuk azt is, hogy egy nagy tanulság az, épületeknek a, biztonsága, és, és, és ilyenkor mindig ez erősen feljön, hogy, hogy de igen, szükséges, ez, ez ami, ami megvéd meg mindent, és aztán úgy, úgy, mint a, az utórengések, ezek te, 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 ez úgy lassan úgy, úgy elhal, és aztán jönnek a feloldó intézkedések, tehát például tudom azt is, hogy Romániában is a 1977-es pusztító pusztítóföldrengés követően megszigorították a, az előírásokat, a építési kódokat, de, de, de felmérték azt is, hogy, hogy, ha most történne egy hasonló földrengés, akkor mi lenne, és e, borzalmas. Tehát e, hosszú idő eltelik, és, 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 akkor kész, megszűnnek ezek az elővigyázatossági E, e, nagyon fontos szabályok, pedig a szakemberek mindig elmondják, hogy a, a, a felkészülés, a felkészülés, a, tehát az, ami, ami segíthet. Nem tudunk megállítani földrengést, a tudomány jelenlásában nem tudjuk úgy előrejelezni, ahogy mi szeretnénk. Tehát magyarán napra pontosan megmondani, hogy mikor fog történni, hol fog történni. Tehát a törökországi e, e, zóna azért lássuk, az egy ez 500 kilométer hosszú. Hol lesz az a pont, ahol ez el fog mozdulni? Hát e, nagyon nem mindegy, hogy hogy, e, hogy ez hol történik és mekkora lesz. Tehát, ugye e, többször elmondtam, hogy egy magnitúdó különbség az 34-szeres e, különbséget jelent felszóló energiában, két magnitúdó az 1000-szeres. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon e, különböző a hatás, plusz még, ugye, hogy milyen mélyen történik. Tehát, tehát e, ezt, ezt, előre megmondani jelen pillanatban nem tudjuk, és nem is tudjuk, hogy ez, ez mennyire fogjuk elérni ezt, de, 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 valahol közelíthetünk, és ha felkészülés van, akkor, akkor az, az, higgyék el az emberek, az nagyon sokat segít. Vannak erre vonatkozó kutatások, gondolom, akár geostatisztikai alapon, akár ez geofizikai alapon. Ez két külön irány, de igen, a geostatisztika az azt mondja, és ez minden földrengés biztonság vagy az építkezések esetében is a, a felkészülésnek az alapja, hogy egy adott területen, mondjuk, atomerőmű, a mennyi a várható, mondjuk 500 évenként várható maximális talajgyorsulás. Mert azt mondjuk, hogy 0,18 g, és akkor ezzel lehet számolni vagy hogyha Budapesten, hogy most néznek, hogy, hogy milyen frekvenciájú lesz várhatóan egy földrengésnek, milyen frekvenciával szereti a budapesti altalaj átadni az energiát a felületi hullámokból az épületekre, hogy úgy tervezzük az épületeket, hogy ne ez legyen a saját frekvenciájú. Ezt is lehet nézni. Ez egyik irány. A másik irány az, de ebben elképesztő, milyen gyerekcipőben jár még az egész világ, hogy vannak ilyen, nevezzük ezeket prekurzornak, hogy a földrengést valami előrejelzi, vagy nem amit kutatnak sok fele, hullámok. Történik-e valami ott benne a kőzetekben, ami elektromáses uh, hullámokat gerjeszt, elektromáses térben olyan változásokat indukál, hogy pár órával ezelőtt mondjuk műholdról érezni lehet. Nagyon gyerekcipőben járunk, de ezt nagyon sokan nézik, Magyarországon is nézik. Sok nyugdató Aztán megnézik azt, amit például a hírekben most előkerült, hogy Gaziantepben az előző este sétáltak emberek, és olyan fura szag volt, Történik-e valami uh, nevezetesebb, vagy, vagy elkapható gáz, amelyik ott jön ki. De azt már nagyjából lehet tudni, hogy olyan nem lesz, ami mindenhol jó. Na most, hogyha ezek a prekurzorok, vagy a prekurzorok tetszőleges kombinációja helyről helyre, vagy törésvonalról törésvonalra változik, és mindenhol meg kell neki tanítatni majd valamikor, hogy ez hogy működik, ahhoz annyi földrengés kell, hogy az ez majd ez év múlva áll össze. Ez a probléma hogy ne legyen annyi föld. Igen, igen, tehát ugye, ez egy nagyon fontos dolog, ugye, két do dolgot, szeretnék mondani. Az egyik az, hogy, tehát, hogy értsük is, hogy tehát mi miért kell talajgyorsulást mérni. Ugye ez, tehát az az, hogy hogy a rengés az, milyen, vagy a rezgés az, az, az milyen lesz egy, hogy rázza meg, az egy, egy adott területen, mekkora rázkódást kell kibírni egy adott épületnek. Tehát ugye ez így lefordítva, ezek nagyon fontos dolgok. A, a, a másik pedig, hogy hogy igen, ahhoz, hogy, hogy előre lehessen jelezni, tehát ahhoz, ahhoz kellene kizárólagos, jól meghatározható olyan jellemzők, amiket tényleg tudunk alkalmazni. Tehát most csak egy példát mondok. én szobaton tervezek menni a Börzsönybe, hogy most akkor ott az idő milyen lesz, ez is egy ilyen dolog, ugye? Tehát, mennyire tűk előre hát mennyire hm, tudjuk előrejelezni? Hát nem olyan egyszerű, hogy kinézek és napos, tehát ez e, és, és hát ugye szeles lesz az idő, azt mondják. Felhők lesznek, mert tulajdonképpen bármi lehet, tehát nem tudjuk pontosan, tehát és a meteorológia is marha magasan áll már magas szinten, nagyon nagy erőkkel, nagyon adatbázisokkal dolgozik, hogy megmondja azt, hogy egy-két nap alatt milyen lesz az idő, de engem, engem azt fog érdekelni, a bőrzsönybe. A, a, a másik embert azt fogja érdekelni, hogy, hogy Kaliforniában, ahol ő lakik, az ő házát át fogja vágni valami, vagy össze fog törni, vagy stb. Tehát, 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 ezek nagy, azért fontos dolog, hogy, hogy adott időben, adott helyre, adott erőségű eseményt előre kell jelezni, és ez nagyon-nagyon ez, nagy. Mondom, mondom, mondom meg a praktikus nehézséget. Most történt egy az adott térségben nagyon nagynak számító rengés Törökországban. Megmozdult az a lemez. Az ember azt gondolná, hogy a lemez mentén a többi ott ehhez kapcsolódó ö, törésvonal mentén, és ilyenkor egy kicsit nagyobb a valószínűsége annak, hogy földrengés pattan ki. És mit mondjak nekik? Mondjam azt a, a egymástól 500 km levő Erzurumtól ö, Isztambulig mindenkinek, hogy gyerekek, most a következő 24 órát töltsétek már az épületeken kívül, mert, mert lehet, hogy itt lesz valami, ki tudja, és nem történt semmi. Miközben ott Gáziánt ebben igaz, hogy nem azon a törés vonalon, az első, ö, első, rengés történt, hanem mellett 50 km egy másikkal, meg, meg, másikon volt egy hét és feles rengés, 12 vagy 10 órával később. Tehát, ha én azt mondom, fél Törökországnak, 50 millió embernek, 40 millió embernek, hogy gyerekek töltsétek sátrakba a következő éjszakát, mert itt akár még valami, megteszik egyszer és ha nem történik semmi, onnantól az se iszik el, ami esetleg véletlenül jelent. De itt akkor vissza lehet utalni arra, hogy az építési szabályok azok elévülnek, mert nem történt semmi, mondjuk 40 évig. A társadalmi emlékezet elmúlik. Tehát én emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, én nekem a 77-es bukeresti földrengés, meg a 70-es szökőár, ezek úgy beégtek a, a tudatomba, azért vagyok most itt körülbelül. De utána eltelt egy emberültő, a szökő árügyben mondjuk, és aztán 2004-ben mindenki meg volt lepve Indonéziánál, meg az indiai óceán, hogy hoppá És a mikorosztályunkból még a nem érdeklődők is, hát olvasták az újságból, hogy amikor eltűnik a tengerpartról kilométer szélességben a víz, akkor, akkor menekülni onnan, mert majd visszajön sok. És amikor ez megtörtént Indonéziában 2004 karácsonyán, akkor volt egy holland kislány ott, aki megmondta, gyerekek ez lesz. Azon a környéken ott meg, megmenekült jó pár ember, de egyébként kiesett ez a társadalmi tudatból. Igen, ja, egy, egy érdekes dolog a ma reggel a rádiót hallgatott, de majdnem most már egy hete ez így van, hogy ugye, hallgatja az ember, hogy hát a, az igazi nagy hősök a, a mentő alakulatok, hogy e, emberfeletti munkát végeznek, hogy mentsenek embereket, és, és, e, és tényleg néhány tucat embert ki tudnak menteni, de nagyon sokan ott maradnak, és, és akkor ott van ez a nagy kérdés, hogy akkor Kire van szükség minél több mentő alakulatra, vagy pedig van nekünk is szakembereknek, föltudósoknak, geofizikusoknak, geológusoknak dolgunk ezen a világon, vagy akár a térképészeknek, geodétáknak. Tudunk mi ebben valamilyen módon segíteni? Egy kicsit úgy háttérbe vagyunk, elmagyarázzuk, hogy, hogy, hogy mi történik, de 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 mi a feladat, és, és miért lenne fontos, hogy minél több fiatal gondolja úgy, mint ahogy a Gábor a gyerekkori szökőár élményekkel azt gondolta, hogy na, akkor ő geofizikus lesz, és, és hogy, 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 nekünk van dolgunk a világon. Én azt gondolom, hogy egyre több, és egyre nagyobb szükség van szakemberekre, mert, mert higgyék el, hogy, hogy ez, ez segít, és hogyha többet tudjuk hallatni a hangunkat is, talán az is valamit számít, hogy, hogy kicsit megvilágítsuk azt egyáltalán, hogy a kérdés elindult, hogy egyáltalán mi a Földre is. Vagy néhány nappal ezelőtt kérdezték egy tőlem, hogy most akkor akkor most Törökországba lehet menni, vaká, turistáskodni. Most most mit mondjanak az embereknek, hogy az egy biztonságos ország, vagy most mondtam, hogy hát kb. ugyanúgy válunk, mint mint néhány héttel ezelőtt, tehát lehet menni, csak csak a, a fejbe ott kell lenni, hogy ha valahol elutazunk, akkor tudjuk azt, hogy ott mi várható. Igen, adott esetben, hogyha egy földrengéses helyre megyünk, akkor tudjuk azt, hogy ott mi várhat, és hogyha valami történik, akkor, akkor mit csináljunk. Tehát ez, ez nem más, mint amikor kimegyünk a autópályára 130-zal, és közben látjuk, hogy még nyomnak hátulról, mert még gyorsabban akarnak menni. Roppant veszélyes hely, veszélyesebb, hát hányan halnak meg a, e, e, ilyen veszélyben? Tehát, tehát a, a, az, az a fontos, hogy, hogy fel tudjuk készíteni a társadalmat. Itt Magyarországon is van dolgunk, hiszen van földrengés veszélyeztetett hely. Azt is tudjuk, hogy ilyen 50-60 évente statisztikailag e, lehet akár 5-6-os nagyságú földrengés. Utoljára 56-ban hmm. volt hát, ilyen. Tehát tehát ez azt jelenti, hogy azért fontos, hogy, hogy ebbe az irányba azért hatékonyabban tudjunk előreadni. Láttam azt én a földrajz könyvekben, hogy mit tanulnak a gyerekeim, tehát magyarán én kezdhetünk nulláról, ugye mondhatjuk <laughs> szinte így. És és a, a kérdések, tehát érdekes megélni egy ilyen egy hetet, amikor, amikor, amikor kapjuk a kérdéseket. És akkor ebbe egy kicsit le lehet mérni, hogy, hogy, hogy mi a, 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 vélekedés a földrengésekről, amikor jön egy olyan kérdés, hogy, és akkor ugye Magyarország az teljesen biztonságos. És akkor hát, hm. <laughs> azért nem egyesen, mert azért itt is fordulhatnak elő dolgok, és a legrosszabb az, amikor altatva van a, a figyelem, és akkor egyszer csak hirtelen mind derült végbe a villáncsvás. Tehát, tehát magyarán azt gondolom, hogy, 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 hogy óriási eh, kihívás és, és szükséges az, hogy hogy a geológia, geofizika összefogva sok tudványjal még jobban eh, tudjunk eh, ezügyben eredményeket mutatni, és és, és és a döntéshozókkal, emberekkel megtalálni a kapcsolatot, hogy hogy ők is okuljanak. beszélgetés végén még annyit, hogy, hogy arra térjünk még már rá, egy személyes élményt, hogy mondjuk elén akkor még gimnazista voltam Egerben, amikor 2013-ban volt egy 4,8-as uh, földrengés, sőt, Heves megyi déli részén. És akkor volt nekem egy uh, tanki osztálytársam, és tank volt az a falu, ahol, hát nem akarok hülyeséget mondani, de ha jól tudom, 50-60 a ház, azért viszonylag egész uh, súlyosan megsérült. Um, a kérdésem első fele az lenne, hogy melyek azok a régiók idehaza, ahol ha nem is olyan erőségű földrengésre, mint a most emlegetettekre, de bármikor sor kerülhet, illetve mi a helyes magatartás ilyen helyzetben? Igen, a, hát az egyik ilyen régió, amit mondtam, hogy kössük össze a Balaton keleti végét Komárommal, és akkor az utóbbi 200 évnek vagy 300 évnek a nagyrengései, az ismert nagyrengésének a komoly része itt volt. Tehát ugye Magyarország vagy közvetlen környékének területén kipattan trengés közül komárom 1763, ez volt az a 6,4-6,5, tehát ez akkora volt, mint a két évvel az előtti 2020 végi petrényei. Szerintem pontosan ugyanakkora volt. De akkor itt a 1810 Mór, 1985 Berhida, 2011 Oroszlány, tehát ezek így azért sorjáznak végig ezen a vonalon. A van még egy ilyen másodlagos centrum Magyarországon, pont amit mondtál, ez a, ez a tank, tehát a Budapest keleti és délkeleti keleti előtere, körülbelül Budapest, Eger, Kecskemét, Háromszög, ahol ezek még így előfordulnak súlyalajásságban, de mondjuk 1911-ben Kecskeméten volt több, meg 1925-ben Egerben, tehát ezek vannak, és az összes többi az olyan, hogy határon túli, vagy hát mostani határon túli földrengés centrumoknak a magyarországi hatásairól beszélünk. A legjelentősebb a horvát. Tehát ez nem véletlen, hogy a a 2020. decemberi Petrényei rengésnek rengésnek, bár több mint 100 km volt az epicentrum a magyar határtól, másfél milliárdos kárt detektáltak Magyarországon a biztosítók. Úgyhogy itt gyakorlatilag már nem is lehetett volna élni és mégis. A következő ilyen az Sopron környéke, ahol a bécsi medencének az aktivitása, illetve a Murműrszónal aktivitása ér el Magyarországra. A harmadik én aztán meglepő, 1829 és 1834 két rengés az érmelléken Debrecentől keletre, amelyek közül a második az majdnem akkora volt, mint a komáromi vagy a petrinyai. Tehát Debrecent az keményen megrázta, tehát ilyen van ott is. Magyarországon körülbelül ez a helyzet. Ha a magyar nyelvterületet nézem, akkor a Székelyföld déli része is ebbe játszik az említett bukaresti rengések miatt. És hát mondjuk mondjak, én is akkor ilyen zászóféleképpen egy, egy ilyen dolgot, hogy nagyon fárasztó héten vagyunk túl a, a, a tehát állandóan a tévék, rádiók, internetes portálok persze ilyenkor keresnek minket, és mindenkinek válaszolunk, legjobb tudásunk szerint, hogy volt egy, egy földrengés 2000-es években, talán nem tudom már az évet, lakvilában, Olaszország. 2009. 2002. És utána volt egy nagyon érdekes dolog, hogy Perbe fogták Olaszországban a Földrengéséhez intézet vezetőjét vagy vezetőit, és egy tudományos körökben egy aláírás is indult az ügyészség felé, hogy hát ne csinálják ezt, a földrengéseket nem lehet előrejelezni. És az ügyész válaszolt, hogy ezt ő pontosan tudja, és nem is erről van szó. Hanem arról van szó, hogy kitelepít, kitelepít mentek a földrengések, kiderült, hogy előrengésekről van szó, már hetek óta rászkódott a föld a még a nagy, nagy előtt. És hát ilyenkor mit tud csinálni a, a politika vagy az a intézet, amelyik ezzel foglalkozik? Hát akkor tartsunk kihelyezett ülést lákvilában. Csak elment a Földrengés Jelző Intézetnek a, a vezérkor és ott tartottak egy ülést. Jó, akkor utána a sajtótájékoztató helyiek is ott vannak. És kérdezd, mi történik most? Mi, mi várható? És hogy az a hangulat alakult ki, hogy minden egyes ilyen engés, hopp, most is megezdült a Föld, ez kicsit oszlat abból a feszültségből, ami itt van alattunk, tehát tulajdonképpen ezek jók. És az volt problémája az ügyésznek, hogy hagyta azt a hangulatot az ottani sajtótájékoztatón ezzel a vezetőség kialakulni, hogy tulajdonképpen nincs itt semmi baj. A probléma az eszem nap, mint nap szembesülünk, hogy tőlem egyszer megkérdezik, hogy a törökországi rengésnek, meg a romániainak, meg a horvátországinak van egy köze egymáshoz. Tőlem nap mint nap megkérdezik, hogy mikor lehet majd előrejelzni, hogy Budapesten lesz -e ilyen. Na most én persze mondhatom azt, hogy gyerekek már unom. De nem mondhatom, mert lehet, hogy nekem ez az ezredik ilyen kérdés, de neki, aki kérdezi, én az első geofizikus, vagy Szabolcs az első geológus, aki megválaszolhatja ezt. Tehát nekünk ennek a tudatában kell lennünk és nyilván az a geofizikus, aki hát szaladt volna haza már Lakvilából, mert hát tulajdonképpen neki családi program, meg a gyerekér is el kell menni, mert mennek. most mit vagyunk még itt Lakvilában, Rómába kéne lenni, menjünk már el, hogyha visszagondol a gyerek, amikor kitalálta és álmodott, hogy ő majd el, előrejelzi a földrengéseket, akkor akkor nem pont erről álmodott, hogy neki ez a feladata, és az élet nagy el lehetne elmenni. Egy, rövid gondolatot még az, hogy tegyek el hozzá. Tehát ez egy pszichológiai dráma is. Tehát a, a lakvilai eset is mutatja, hogy, hogy nem csak avval kell egy szakembernek megküzdeni, hogy, hogy tájékoztatni, kérdésekre válaszolni, hanem azért van egy óriási nyomás, és lakvilába is ez, ez, ez tetten érhető volt, hogy, hogy, mindig vannak, akik megmondják, hogy, hogy mi lesz. Tehát vannak, vannak akik, akik azt mondják, hogy ők látják a jövőt. És befolyásolni tudnak embereket, és, és ilyenkor is meg kell, osz, meg kell, őrizni azt a e, szakmaiságot, hogy, hogy, lehet, hogy szárazabb azt mondani, hogy, hogy a, nem tudjuk valószínűséggel megmondani, hogy mi lesz holnap, mi lesz holnap után, és, 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 és ez egy nagy, nagy kihívás a szakembereknek, és de hogy, hogy, azért a másik, ami egy fontos dolgot mondjak, hogy, 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 fontos, hogy azért megtaláljuk a, a szakértőket, szakembereket. Magyarországon is működik a kövesrigeti szeizmogéli laboratórium. Van veszélyeztetettségi térkép, elérhető térkép. Tehát a térképek nagyon jó dolgok, mert nagyon sok információt tartalmaznak, érdemes megnézni, nem kell ezt ugye nagyon hangsúlyozni. Tehát tehát elérhető a veszélyeztetettségi térkép, meg lehet nézni azt, hogy, hogy hol vannak leginkább olyan területek, ahol, ahol egy bizonyos valószínűséggel előfordulhatnak olyan földrengések, amelyek okozhatnak problémát. Van úgynevezett kockázati térkép is, ahol, ahol, mutatja azt, hogy mi sérülhet. Ezek, ezeket szakemberek állítják össze azért, hogy ebből aztán a, a döntéshozók és az emberek tudják azt, hogy hogyan tartsák magukat ehhez mi lesz a jövőbe, kell el a börzsönybe, vagy nem. <laughs> hát talán ezzel az árszóval meg is köszönöm, hogy tudtunk beszélgetni. Úgy gondolom, hogy hát ennél hitelesebb forrásból nem hiszem, hogy lehetett volna, vagy nem sok hitelesebb forrásból lehetett volna tájékozódni az érdeklődők számára. Még egyszer köszönöm, hogy a bokros teendők mellett ezt a beszélgetést sikerült beilleszteni a naptárba. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.